Beszéljünk akkor az európai áruazonosító kódrendszer jelentőségéről. Az árukódok több millió cikkelemből álló áru tömeg nyilvántartásához szükségesek, hogy az adott áru csak egyetlen helyre legyen besorolható. A raktárba érkezve azonnal a helyére kerüljön. Eladása pedig a nyilvántartásba is pillanatszerűen nyomon követhető legyen. Ezért a rendszerek már nem áruismereti áru, és áru ismereti elvek szerint csoportosítanak, hanem kódolnak. EAN számkódok. A kód, egyezményes jelek, szimbólumok rendszere. A kódolás valamely információ átalakítása, megállapodása szerinti jelekké. A kód típusú rendszerek sokfélék lehetnek. Kilenc fajtája ismert Magyarországon. Ezek közül a legismertebb európai ározomisító kondrendszerek, például az EAN Magyarországon, nem terjedt el. Az EAN European Article Numbering angol nevének kezdőbetűiből áll össze. 1977-ben jegyezték be. Székhelye Brüsszelben található. Hazánkban 1984 óta alkalmazzák. Az EAN-nal kapcsolatos tevékenységet a GS1 Magyarország végzi. Itt láthatjuk képen ezt a GS1-et. Az EAN kódrendszer a termék azonosítását szolgálja. Nem ad felvilágosítást a tulajdonságairól. Az EAN szám, számkód 13 számból álló számkód, géppel leolvasható. Felépítése. Egytől három karakterig ugye az országjel, amit itt találhatunk. 4-től 8 karakterig a gyártó kódszáma, tehát vállalati azonosító. 9-től 12-ig az a termékkód, tehát termék azonosító. És a 13. szám az egy ellenőrző karakter vagy ellenőrző szám. Magyarország EAN kódszáma 599. Itt láthatjuk a képen, ez azt jelenti, hogy Magyarországon euh, forgalmazzák csak ezt a terméket. 590 lehet ugye alkalmazni egy rövid kódot is, de Magyarországon ez nem annyira terjedt el, vagy legalábbis ezt írják, de igazából, hogyha megfigyeljük a gyakorlatban, igenis nagyon el van már terjedve ez a GTIN-13-as kód a termékeken. Ugye 599 ugye azt jelenti, hogy Magyarországon létrehozott és értékesíteni kíván termék. Ezt igen sűrűen látjuk. Hogyha veszünk valamit, nyugodtan nézzük meg. Vonalkód jelentősége elterjedésének okai. Mérhető nyereséget eredményez, mert növeli a pénztárak áteresztő képességét. A fogyasztók számára kellemesebbé teszi a vásárlást, a pénztárnál lerövidített várakozási idő miatt. Az áruk nyilvántarthatóak minőségmegőrzési idő szerint is. A vonalkód elterjedésének okai. Előállítása olcsó, gyorsan és hibátlanul leolvasható, minden eddig alkalmazott csomagolóanyag rányomtatható, jól megkülönböztethető a csomagoláson lévő egyéb más információból. Pontos és megbízható vonalkot hátrányai. A kisebb üzleteknek túl magas beruházási költséggel jár. Hosszú a megtérülési idő üzemeltetése, informatikai szakembert igényel. Beszéljünk akkor az EPOS rendszerről. Elek Electronic Point of Sale, tehát elektronikus értékesítési pont. Ez egy összetett rendszer, amely a gyakorlatban működteti az elektronikus hálózatot. Működése Azonosítja a terméket a vonalkód alapján. Átküldi az adatokat a pénztárgépbe, kijelzi az árat, fizetendő összeget, gépi készít, az eladott mennyiséggel csökkenti a készletet. Tehát az EPOS szívszájn felel azért, hogy az adatokat közvetítse, illetve gépi nyugtához szükséges, illetve a kijelzőbe, ez az Apple System a vonalkod alapján kijelzi az árat nekünk. Illetve a készletet is csökkenti, tehát leveszi a készletről. Tehát igazából egy olyan rendszer, ami olyan informatikai rendszer, ami, ami ugye mindent kezel, és egymásba integrál. Beszéljünk akkor az autó ID eszközökről. Optikai alapúak a kereskedelemben használatosak, alkalmasak a vonalkód azonosítására. Elektromágnes alapúak, az áruvédelemnél alkalmazzák, illetszerboltok, gyógyszertárak, elektronikai üzleteknél. Vannak mágneses alapúak, szintén az áruvédelem területén használatosak, Leg, legismeretesebb, akusztó, magnetikus, AM vagy rádiómágneses RM rendszerek. Vannak biometrikus, tehát védelmi rendszereknél találkozhatunk vele, például új lenyomat és rádiófrekvenciás azonosító rendszer. Tehát áruházi elleni rendszer. A termékek áruk azonosítására szolgálnak, a kereskedelem legerteljettebb audio-ID eszközök, tehát a fényszerúza, tehát működése, gyorsan megtanulható, hátránya, hogy az alkalmazásokor az alkalmazóknak mindkét kezére szüksége van. Olvasó pisztoly érintés nélküli kódleolvasó típus, tipikus eszköze. Olyan helyen célszerű alkalmazni, ahol nem egyenletes a leolvasási felület. Beépített vonalkód leolvasó. Az olvasó berendezések a pénztárgépbe építik. Így lerövidül a vásárlási idő vonalkód készítése. Jelenleg még sok olyan áru van, amelyet a gyártók nem látnak el ehan számokkal. A helyben kimért árukra az értékesítés során kerül kód. Ezek készítésére szolgálnak a kézi és asztali vonalkódos etikett berendezések és a vonalkódos etikettet készítő mérlegek. Közös vonásuk, hogy memóriájukban Őrzik a kimérésre kerülő árucikkek egységnyi árát, valamint az azonosító kódját. Az adott termék kimérésére csomagolása során elegendő az áru szimbolizáló piktogramot vagy számkódját bebillentyűzni, és a nyomtatóként működő mérleg elkészíti a fogyasztó árat mutató vonalkódos etikettet. Ilyet láthatunk például Csemegepultnál is ugye ott helyben mérik ki, ugye beírják a néhány karakter sorozatot a termékből, hogy mi a kódja, ezt a mérleg ugye eltárolja, egy egyből kiírja a termék nevét, meg tudja az árát, és már is rá van egy etikettünk, amit ugye ráragasztunk. Ugye az ott kiadott, mint előre felvágott Párizsira például. És akkor beszéljünk még a kereskedelmi vámtarifaszám jelentőségéről. A VTS használatával a termékek akkor is beazonosíthatóvá válnak, ha a számla nehezen olvasható, vagy idegen nyelven írták. A VTS 21 osztályba sorolta a vámköteles árukat. 10. Vámtarifa számmal ellátva. Felépítése 1-től 6-ig. Harmonizált áruleíró és kódrendszer számai. 7-8-ig Európai Unió által használt kombinált nomen számai. 9-10-ig magyar jelölés vagyonvédelmi eszközök, berendezések. Az üzletben lévő vagyon vagyontárgya gépeket, berendezéseket, az árukészletet és a pénzkészletet védeni kell. Nem csak az elemi károktól, hanem a lopástól is. Az áruk, Eltulajdonításának megelőzésére elengedhetetlen a vagyonvédelmi eszközök alkalmazása. Többféle védelmi megoldás létezik. Ezeket általában egymással kombinálva alkalmazzák. És akkor majd a következő fejezetben beszélünk az elektronikai védelmi berendezésekről vagy rendszerekről. Addig is további jó tanulást kívánok!